ce mult te-am așteptat. Da, iubire, da, da, iubire, da, și ce mult am suferit. Te aștept mereu, of, sufletul meu, fără tine mi-este greu. Of, ce mult te-am așteptat. Da, iubire, da, da, iubire, da, și ce mult am suferit. Te aștept mereu, of, sufletul meu, fără tine mi-este greu. Doar o clipă lângă tine, da, 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 viața mea, doar o secundă aș vrea. Aș fi tare fericit, da, 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 viața mea, și n-ar mai conta nimic. Doar o clipă lângă tine, da, 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 viața mea, doar o secundă aș vrea. Aș fi tare fericit, da, 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 viața mea, și n-ar mai conta nimic. Da, iubire, da, da, iubire, da, spune-mi că acolo vin. Unde-i gândul meu, vreau să fiu și eu, și la bine și la greu, vai. Ori și unde te-ai aflat. Da, iubire, da, da, iubire, da, spune-mi că acolo vin. Unde-i gândul meu, vreau să fiu și eu, și la bine și la greu, vai. Doar o clipă lângă tine, da, 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 viața mea, doar o secundă aș vrea. Aș fi tare fericit, da, 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 viața mea, și n-ar mai conta nimic. Doar o clipă lângă tine, da, 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 viața mea, doar o secundă aș vrea. Aș fi tare fericit, da, 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 viața mea, și n-ar mai conta nimic. Thank you.
Ja, 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 ja
Hajrá, hajrá! Hogy? Jó. Na, akkor hogy legyen hely? Yeah.
hogy önmagát adta mi bűneinkért, hogy kiszabadítson a jelen való gonosz világból, Istennek az Atyának akarata szerint kinek nevére, dicséret és dicsőség mindörökké. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Úr Jézus Krisztus a Szent Keresztséget, ugyanint írva található a Máté írása szerint való Szent Evangéliumban. S hozzájuk menvén Jézus szólanék így mondván, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A keresztséget Jézus Krisztus Urunk rendelte el, és az Anyaszentegyház feladatává tette, hogy elvigye Jézusnak az örömhírét és a kegyelmét minden népekre. De Jézus Krisztus világosan megmondta, hogy úgy vigyétek el az örömhírt a mennyei tanítást, hogy megtanítjátok az embereket. Mert a tanítás az nagyon fontos. Meg kell tanuljuk, hogy kicsoda a mi gondviselő Istenünk, mit kér tőlünk az ő törvényében, Jézus Krisztus hogy jött el erre a világra, hogy keresi a mi szívünket, és meg akar a legfontosabb dologra tanítani minket, Isten, hogy milyen jó dolog az ő közösségében lenni. Amikor a gyermeket megkereszteljük, akkor a szülők és a keresztülők fogadalmat tesznek arra, hogy a gyereket hitben nevelik. Ez azt jelenti, hogy részesítik hitoktatásba, saját életükkel jó példát mutatnak, és nem zárják és nem tiltják el a gyermeket attól, hogy Isten megismerje. Ez a keresztény embernek nagy-nagy feladat. Keresztény egyház pedig számon tartja azokat, akik meg vannak keresztelve, és életük folyamán igyekezik a kegyelem és a szeretet igéjét hirdetni nekik. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, valljuk meg a mi hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Akarjátok ezek a gyerekek az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, keresztény Anyaszentegyházba, Szent Keresztség által befogadtassanak. Ígéritek, hogy kisgyerekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitükről, majd ők maguk tegyenek önként vallást a gyülekezet előtt. Ígéritek, igen. Felséges Isten, mennyei Atyánk, ki azt ígérted, hogy Istenünk leszel nekünk és utódainknak. Te oltalmakba ajánljuk ezeket a gyerekeket, légy nekik ígéretük szerint, egész életükben őriző pásztoruk, kegyelmes gondviselőjük, vezéreld őket minden jó teljes ismeretére és cselekvésére, áld meg a gyerek szüleit, keresztszüleit, nagyszüleit, hogy úgy tudják felnevelni a gyerekeket, hogy ne érezzék az áldozság fájdalmát és nyomorúságát, hanem kibontakozó életükkel legyenek örömük szüleiknek, nagyszüleiknek, gyönyörűség a keresztszülőknek, gazdagodása Anyaszent Egyházunknak. Addunk, hogy gyarapodjanak
testben és lélekben, Isten és emberek előtt kedvességben. Amen. Szabolcs, én keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Én keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Ő maga tegyen erősekké, szilárdokká, állapotosakká a hitben, mert övé a hatalom menjen és földön, örökkön örökké. Amen. Énekeljük el előbb a Istenem, meg a